Köszöntöm nézőinket, mezőgazdasági magazinunkat látják, műsorunkban a vidék életéből mutatunk ízelítőt, tartsanak velünk! Ébredeznek a bőregerek az Abaligeti barlangban, a kis rovarevők félálomban már nyújtóztatják a szárnyukat és lábaikat, ha marad a meleg idő, néhány nap múlva kirepülnek a barlangból. Szemmel láthatóan nem tetszett a felfüggeszkedett bőregereknek, hogy megfigyeljük őket alvás közben. Néhányan el is kezdtek mocorogni a gyenge fény hatására. A fejjel lefelé kapaszkodó kis emlősöket nem világíthattuk meg, sőt, nem is maradhattunk sokáig alattuk, ugyanis a lámpa és a testből kiáramló hő hatására elkezdtek volna ébredezni. Gyakorlatilag ugye december közepétől, végétől, április elejéig azt lehet mondani, hogy nem isznak semmit. Az enyhe tél miatt tavaly csak december közepén függeszkedtek fel a denevérek, nehezen tudtak hibernálódni. Azóta már többször magukhoz tértek rövidebb időre. Például néhány hete az egész csapat beljebb költözött a barlangba. A tavaszodó idő miatt lassan kezdenek visszatérni a normál életfunkciói a kis rovarevőknek. Ilyenkor nagyon-nagyon lelassul a szervezetük az állatoknak. 8-9 dobban percenként a szívük. Egyébként aktív állapotban 800 fölé is emelkedhet a pulzus számuk, tehát kb. 45-50 perc, mire fölébred egy denevér. Az Abaligeti barlangban 5-6 hazai denevérfajt telel át, legnagyobb számban a kis patkósorú és a nagy patkósorú denevérek. A parányi rovarevők az egyik legősibb faj képviselői, csak nem 60 millió éve élnek a földön. Fokozottan védett állatok, ugyanis évről évre csökken a számuk. Ha marad a tavaszias idő, március végére kirepülnek a barlangból a bőregerek. Felébredtek téli álmukból a méhek is, bár a rovarok 14 Celsius fok alatt még kevésbé aktívak, ennek ellenére már volt olyan nap, hogy kirepültek a kaptárakból virágport gyűjteni. A méhészek azt mondják, a repce virágzásakor kezdenek majd igazán aktívak lenni a rovarok. Alig repült ki néhány méh a kaptárakból a Baranya megyei Magyar Sarlóson kedd délután, ugyanis a 14 Celsius fok alatti hőmérséklet nem igazán kedvez a rovaroknak. A méhészek ennek ellenére nem panaszkodnak. Mint mondják, az idei tél nyugodtan zajlott a méhcsaládok szempontjából. Beindult elég korán, már februárban a virágporhordás, nyilván hát fiasítás az már január végén megindul, tehát a méhek biológiai órája szerint ez akármilyen idő van, ez bekövetkezik, ez az elindulás. Az a jó, ha azzal tud párosulni, hogy ki is tudnak repülni vízér, virágporér, sőt, talán már egy kis nektár is van. Ezt főleg barkákról és egyéb gyomnövényekről hordják be, folytatta Nagy István. A méhész elmondta, jelenleg cukorlepényt adnak a méheknek, amelynek serkentő hatása fokozza a fiasítást és a hordási kedvet. Itt le vannak takarva, és arra is kell ügyelni, hogy minél gyorsabban végezzem ezt a feladatot, hogy ne hűtsem ki a fészket, amit a... Tehát itt lehet látni, hogy itt megették, kinyalták, itt lehet látni a pára lecsapódást. A fiasításnak egyébként az akácra, azaz a főhordás idejére kell kiteljesednie, hogy addigra kaptáronként meglegyen a szükséges 60-70 ezer dolgozó. Igazából komoly lendületet a családnak a repce ad, bár akkor még egyrészt az időjárás még nagyon szeszélyes, tehát balul is elsülhet egy repce legelőre való vándorlás, mert a repce ontja a nektárt és a virágport, kicsalja a méheket még rossz idő esetében is, és akkor visszaesett a család. Nagy István elmondta, jó idő esetén egyébként a főhordásra ez egy pluszt ad a méheknek, és több mézet a méhészeknek. Elkezdődött a békák vonulása, 800 méteren húzták ki a hálót a Dunadráva Nemzeti Park munkatársai a sikondai tavaknál. A kétéltűek mentésére azért van szükség, mert a tavasszal ébredező békáknak át kell kelniük a főúton ahhoz, hogy a tóhoz érve le tudják rakni a petéket. Ha nem lenne kifeszítve a háló, százával végeznék az úttestem. Szinte centiről centire vizsgálják át az avart, nehéz észrevenni a békákat. A barna varangy színe miatt szinte teljesen beleolvad a környezetbe. Jóformán csak akkor veszi észre az ember, amikor elkezd mozogni. Napnyugtakor kezdenek el vonulni a békák, így még jobban kell figyelni, nehogy a háló mögött maradjanak. Most a kisfiamra azt hiszi, hogy egy másik béka is próbálja lerúgni a többi érkező hímet.
Ez egy hím és egy nőstény varangy. Könnyen meg lehet különböztetni őket. A nőstény ugyanis jóval nagyobb. A békák azért mennek az erdőből a tóba, hogy ott rakják le a petéket, hogy aztán egész nyáron a vízben nevelkedjenek az ebihalak. Az a jellemző, hogy levonulnak a tóhoz, lerakják a petét, a hímek megtermékenyítik, és utána, mint tudnak, elindulnak visszafelé, valamelyik rögtön, néhány nap múlva, valamelyik egy időt lent tölt a tónál, és utána attól függ, hogy mennyi energiája maradt. Ez az oda-vissza út lehet végzetes a békákra nézve, ugyanis ha nem lenne a háló, százával végeznék az úttesten. A vonulás az időjárástól függően március végéig is eltarthat. Ha ugyanis tartósan 5 fok alá süllyed a hőmérséklet, akkor megállnak a békák. Az összegyűjtött állatokat ebben a tóban engedik szabadon. Idén már csaknem 100 példányt mentettek meg. Házi savanyító üzemet adtak át Gordisen, 11 közfoglalkoztatottnak ad biztos megélhetést a kis üzem. A savanyúságokat a település intézményeiben használják fel, és a siklósi iskolákban, szociális intézményekben és kórházban értékesítik majd. Teljesen felszerelték már a kis üzemet, itt fognak készülni nem sokára a savanyúságok, hagyományos recept alapján, akár csak ezek a céklek itt a polcokon. Örülünk neki, hogy kaptunk lehetőséget és munkát. 11 helybélinek ad majd megélhetést a savanyító üzem, ők mind évek óta munkanélküliek. Harkány és Siklós van a legközelebb a településhez, azonban szinte lehetetlen elhelyezkedni. Itt a környező városokban munkahelyek nem igazán vannak, és ezek az emberek ehhez értenek, mezőgazdasághoz, növénytermesztéshez. Pályázott az önkormányzat, már 2 éve működik a Start munkaprogram a faluban, ennek keretében sikerült megvalósítani a beruházást. A zöld árut eddig is mindig a siklósi olyan intézményekbe adtuk el, jóval kevesebb árért, ahol közétkeztetéssel foglalkoznak. A savanyító üzem a pályázat szerint március 17-től 2015. február 28-áig fog munkát adni a programban résztvevőknek. Mi a fejlesztés és a beruházás oldalán állunk, a helyiek elmondják az igényt, mit is szeretnének, kopogtatnak az ajtón, az állam beengedi őket, az igényt értelmesnek és támogathatónak tartja, tárgyalás, megegyezés, jön a pénz és a falak állnak. A savanyító üzem létrehozása leképezi azt a hozzáállást, ami alapján az elmúlt 4 évben működött a magyar állam és annak kormánya, ezt mondta Tifán Zsolt országgyűlési képviselő. Hangsúlyozta, amit az ilyen településekért meg lehet tenni, mint Gordisa, azt megtette Orbán Viktor kormánya. Szabó Gyuri bácsi a Bükszent kereszti füvesember tartott előadást Pécset. Gyuri bácsi először látogatott a Baranyai megyeszékhelyre, ahol több száz ember előtt tartott teltházas előadást a gyógyító füvekről. A 86 éves idős ember nagymamájától tanulta a népi gyógyítást, ezt a tudást adja tovább gyerekeinek, unokáinak és szerte az országban az érdeklődőknek. Gyuri bácsi összeállított egy teakeveréket cukorbetegségre, és már van teája meddőségre is. 1942-ben hallottam egy bábától először. A nagymamának magyarázták, hogy mit javasol, hogy ki kell tisztítani a szervezetet belülről, meg lelkileg föl kell készülni rá. És aztán utána, természetesen utána olvastam, meg természetgyógyász vizsgát is tettünk. Egy kicsikét kibővítettem, és most már nagyon-nagyon jól működik. Most éppen ezt akarom megbeszélni a Pécsi Orvostudományi Egyetemmel. Miért fontos, hogy igyunk, miért fontos, hogy fürödjünk, miért nélkülözhetetlen a tiszta ivóvíz a föld élő lényeinek? Erre hívták fel óvodások figyelmét a Pécsi Akvárium Terráriumban. A programot a Pécs Holding szervezte a közelgő vízvilágnap alkalmából. Találkozunk élőlényekkel, találkozunk békával, halacskákkal, teknősökkel, és megbeszéljük, hogy mennyire fontos az ő életükben, illetve a mi életünkben a víz. A víz birodalmában lakó élőlényekkel ismerkedtek az ovisok a Pécsi Akvárium Terráriumban. Ki ő? Béka, így van. A békának miért fontos a víz? Mit gondoltok? Azért, hogy tudjon élni. Vízben él, így van. Ennek az ausztrál leveli békának épp oly fontos a víz, mint mondjuk ennek a békésen fürdőző krokodilnak. A vízben nagyon ügyesen mozog ez az állat.
Földünk felületének 71%-át borítja víz, melynek mindössze 2,5%-a édesvíz. Ennek a 2,5% édesvíznek pedig szinte egésze a felszín alatt található. Ez biztosítja a föld népességének ivóvízkészletét. Ezért is fontos a felszín alatti vizek és a vízben élő állatok védelme. Azt látjuk, hogy már ez az óvodás korcsoport is nagyon-nagyon érdeklődik az állatok iránt, és nagyon-nagyon szeretik az állatokat, és ezért szeretnénk megmutatni nekik, hogy mennyire fontos a környezettudatos életmód, mennyire fontos az, hogy vigyázzanak a környezetükre, ne szennyezzék a környezetüket. A pécsi óvisok még jövő héten is kedvezményesen látogathatják a terráriumot. A víz világnapját 1992 óta március 22-én ünnepeljük. Az Ősdráva program keretében biztosított lesz a cunszaporcai holtág vízpótlása, erről egy konferencián beszéltek a szakértők. A projekt mellett a vízügyi igazgatóságok és nemzeti parkok nagy hangsúlyt helyeznek a közelgő víz világnapjára is, mivel a Földön több mint 1 milliárd embernek nem biztosított az ivóvízellátása, ezért a világnapon nagyobb figyelmet kap vizeink védelme. Részlet a cunszaporcai holtág revitalizációs filmből. A 25 perces összeállítást még tavaly készítette a Pannon Televízió. A film teljes egészében mutatja be a holtágrendszert, annak minden egyes rejtett kincsét, élővilágát és a revitalizációs projektet. A közelgő vízvilágnapja alkalmából tartottak konferenciát Pécsett. Baranya megye gazdag vízgyűjtő területei miatt különösen nagy hangsúlyt fektetnek a különböző igazgatóságok a világnapra. A Dráva folyó színes élővilágát szakértők különféle leletekkel bizonyítják. Egyik téli területbejáráskor egy kősarkantyún egy kecskelátnak az ollóját találtam meg, csak az ollója volt 10 cm. Ez azt jelenti, hogy a maga rák élő korában 30 cm-hez közeli volt. Ehhez hasonló méretű rákokat a lehet látni a halas kútnál, ahol mászkálnak ott a medence aljába, és komárnak hívják őket, tengerben élnek. Márk László, a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója elmondta, az ember számára felhasználható vízkészlet a teljesnek mindössze a 0,8 ezreléke. Ez az, amire figyelnünk kellene és vigyázni kellene pont ezért. Ez szemléletesen talán úgy lehetne bemutatni, hogy ez egy vödörnyi vízből egy teáskanálnyi, nem több. Tehát ez a jelentőség a dolognak. A konferencián jelentették be, hogy a cunszaporcai holtág vízpótlását az Ősdráva program keretében valósítják meg. Március 1-e óta virágzanak a mandulafák, sőt már permetezik is a gyümölcsfákat gomba ellen. Az idén jól elhúzódott a virágzás, ezzel együtt pedig a beporzás is. Sokan méh a mandulásban, és az időjárás is kedvez a már megjelenő apró termések fejlődésének. Több ezer méh döngicsél a fák körül, még tele vannak virággal a mandulafák. Idén korán kezdődött a virágzás, március elején jelentek meg az első bimbók, és még mindig szinte tele vannak a fák halvány rózsaszín szirmokkal. Van rajta még olyan virág, amit nem poroztak be a méhecskék, ahol nagyon sok ott van rajta a rengeteg virágpor. Van olyan virág rajta, ami valószínű már beporzódott, mert nincsen rajta virágpor, és itt, hogyha ezt itt megtapintjuk, már itt van benne a kis mandula. Az enyhe tél miatt gyorsan felébredtek a fák a mély nyugalomból, az elmúlt napok májusi időjárása miatt pedig már a levelek is megjelentek a korai termőfajtáknál. Idén már harmadszorra permeteznek a Pécs udvarni mandulásban, most éppen monília ellen. Ez egy gombás fertőzés, ami főleg virágzáskor támadja meg a csonthéjas gyümölcsfajokat. Március 1-e óta virágzik a mandula, és egy hosszan elnyúló virágzásra számítottunk, és számíthatunk is továbbra. Nagyon sok a mandulavirág, de már a kis zöld levelek is kint vannak, és ez a növényvédelem szempontjából megint egy sarkalatos pont számunkra. Bertram Ivett szerint, ha nem lesz áprilisban komoly fagy és lesz elég csapadék, akkor jó terméssel számolhatnak idén. A gyümölcsösben most kezdődik csak igazán a munka, ugyanis a mandula permetezés után kezdődik a dió lemosó permetezése, ami már szintén ébredezik a jó időben. Mezőgazdasági magazinunkat látták, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!